Lendület a térségnek, ellátásbiztonság az országnak. Paks 2. Olcsó villamos energia, biztonságos működés, klímabarát áramtermelés. A műsor támogatója a TAR Kft. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök gazdasági magazin műsorunkat látják. Április 27-én, pénteken a Városháza dísztermében ünnepélyes keretek közt vehette át megbízó levelét Font Sándor, Bács-Kiskun megye 3. számú választókörzetének képviselője. A Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője ezzel 6. ciklusát kezdte meg a parlamentben. Bács-Kiskun megye 3. számú választókörzetében összesen 46.069 érvényes szavazat érkezett az egyéni jelöltekre az április 8-ai választásokon, amelyből 24.519, azaz a voksok több, mint 53%-a Font Sándorra. Így április 27-én ő vehette át dr. Beszedics Orsolyától, a Választási Bizottság elnökétől megbízó levelét. Az országgyűlési képviselő újraválasztásával kapcsolatban elmondta, hogy úgy érzi, a folyamatos munkának köszönhető, hogy abszolút többséggel sikerült ismét bekerülnie az országgyűlésbe, oly módon, hogy a 4 évvel ezelőtti eredményekhez képest további 2%-kal nőtt a támogatottsága. Úgy érzem, hogy elég jó föltérképeztem a 3. számú választókörzetet, hogy így nevezzem ezt a Kalocsa-Kiskörös-Solti centrumú körzetet, és nem kérdéses, hogy Kalocsa önmagában egy olyan testtömeg, legnagyobb város is, de érseki székhely, járáshivatal központ, nagyon sok intézményével, közintézményeivel és iskoláival, hogy itt egy picit másképp kell figyelni, hogy mi történik Kalocsán, és mi történik a Kalocsa térségi, rendszerint mezőgazdaságú érdekeltségű, de kisebb településeken. Van egyrészt egy dunaparti vonulat, amelynek talán figyelni kell arra az értékeire, amit ők megőriztek, és úgy érezzük, hogy lesz is lehetőségük, főleg, ha nagy léptékben gondolkodunk a paksi építkezés következtében megépülő Kalocsa-Paksi híd következtében a turizmus megjelenése. Úgy érzem, ez vonzó támpont lehet a dunamenti kis településeknek. Kalocsának másban kell gondolkodni. Turisztika az egyértelmű, hogy egy kiugrási lehetőség, de ő egy térség hangsúlyos szereplője, és bizony itt már meg kell, hogy jelenjen az a jövőbeni gondolkodás, ami a vállalkozások letelepítését, a felnövekvő gyermekek és a kitanult gyermekek itt tartását, vagy a visszahívását jelenti, hogy tudjunk olyan munkahelyi környezetet biztosítani, hogy igen, menjenek el, és magasfokú végzettséggel, de térjenek vissza, és ez egy komoly kihívás ez az önkormányzatnak, hogy ezt a környezetet ki tudja alakítani, olyan minőségi munkahelyeket tudnak-e ide csábítani, amelyek esetleg vonzóak lehetnek egy magasfokú végzettségű gyermeknek, azaz a mi gyermekeinknek, akik itt élnek. Ez viszont a város megtartó képességet, a térség megtartó képességét jelenti, és talán ez a legnagyobb kihívás. Ez országos kihívás, országos szinten demográfiai kihívással állunk szembe, de ugyanez kicsiben megjelenik itt a térségben is. Itt a megtartó képességről, az el nem vándorlásról kell gondoskodni, és ez nem egyik napról a másikra megy. Ez stratégia kérdése, egy jövőbeni kérdése, egy vizualitás kérdése, hogy én ezt meglátom-e, és ezt hogy építem ki, és ebben kell szerintem kőkeményen a sarkára állni Kalocsának, mert a történelmi adottsága önmagában az, hogy egy több mint 1000 éves városról van szó, ezt egyszerűen nem sokan mondhatják el maguknak, nem itt Magyarországon, egész Európában, hogy egy érseki székely, tehát olyan adottságaikkal rendelkeznek, amelyek véleményem szerint nincs még eléggé kihasználva, ehhez kell az ipari, a beruházási, a vállalkozói szférát meghonosítani, és egy izgalmasabb munkahelyteremtést megvalósítani. Mit jelent ez önnek
az eddig elvégzett munkák tekintetében, hogy az itt élő emberek ezt így értékelték, hogy a többségük maximálisan elfogadja, elismeri az ön munkáját? Ne értsék félre, roppant nehéz, most úgy nyilatkozom, hogy ne tűnjek nagyképűnek, de mégiscsak azért mi elemzésekkel is foglalkozunk, hiszen hozzátartozik a munkánkhoz, szakmánkhoz. És Bács-Kiskun megye összes választókörzetére még az ellenzék általi kutatások, felmérések, közvélemény kutatások is azt jelezték, hogy nem lesz csatatér körzet egyik sem. Csatatér választókörzeteknek azokat hívtuk, ahol sokkal élesebb versenybe dőlt el, hogy kinyeri el a mandátumot, és oda jóval nagyobb erőt koncentráltak mind anyagiakban, mind pedig személyi megjelenésben, rendezvényben és minden egyébben az egyes pártok. Talán a mi körzetünk nem volt ilyen, a mindannyiunk, mind az ellenzék, mind a kormánypártiak mérései, közvélemény kutatásai azt jelezték, hogy valami katasztrofális változásnak kellene bekövetkezni ahhoz, hogy elveszítsük ezt a körzetet. De persze ennek a munkának már előbb kellett, hogy megalapozódjon, és ennek én magam részéről megtettem mindent ezért. 4 éven keresztül próbáltam minden egyes meghívásnak eleget tenni, és minden ügyre, amely eljutott hozzám, és fájdalmas volt, akár egy kis embernek, akár egy komoly intézménynek, akár egy önkormányzatnak, vagy egyháznak a ötlete, terve, vagy éppen fájdalma, mert hogy nem sikerült, vagy azt se tudja, hogy kihez kell fordulni, de nagyon meg kellene oldani, mert mindig bajba keresik meg a képviselőt, ez már csak a szakmánkhoz tartozik. Nos, én akkor megpróbáltam úgy rendelkezésre állni, hogy tisztázzuk, van-e lehetőség erre, vagy kerekperec mondjuk ki, hogy nincs lehetőség, nem jót tetszettek érteni, olyan nagyságrendű, nem tudjuk megoldani, vagy pedig rosszul gondolja azt, amit gondolt, ne is errefelé induljon el. De hogy a megoldást találjuk meg, én ebben próbáltam partner lenni. És talán ez a 4 éves munka is kellett, hogy eredményezze azt, hogy itt nem csak egy relatív, hanem abszolút többséggel, tehát több mint 50% fölött, sőt a 2014-es eredményhez képest több mint 2%-kal növelt eredménnyel sikerült a választást megnyernem. Én igen, a kormány munkáját, de a maga munkáját is itt visszatükröződve látom ebbe a választási eredménybe és a győzelembe. Az ünnepségen a megbízó levél átadása mellett egy különleges verssel is köszöntötték a körzet régi új képviselőjét, Font Sándort. Úgy haltak meg a székelyek. Mindegy szállik olyan bátran, mint az a görög 300 termőköve szorosában. Nem tud rólunk a nagyvilág. Hőstettükről nem beszélnek. Hírük nem őrzi legenda, dicsőítő harci ének. Csak a sírjukon nőtt fenyők. Fönn a tető, a nyeregben. És azért zöldel az az erdő. Egész Csíkmán a legszebben. Április 28-a a munkabalesetben elhunytak és megrokkantak világnapja. Ebből az alkalomból hirdetett a megyei kormányhivatal szakmai előadásokkal teli emléknapot, ahol munkaügyi és munkavédelmi tippeket is hallhattak a megjelentek. Gyertyagyújtással és egy perc néma csenddel tisztelegtek azok előtt, akik már nem lehetnek közöttünk. A munka balesetben elhunytak, valamint megrokkant munkavállalók emléknapja alkalmából tartottak nyílt szakmai napot városunkban. Az eseményt a kormányhivatal foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi főosztálya minden évben életre hívja. A munka balesetben elhunytak és megrokkantak emléknapja 2012 óta Magyarországon is hivatalos emléknappá lett minősítve. Egyébként ez egy nemzetközi emléknap, úgyhogy mi azóta tartjuk ezeket a rendezvényeket immáron. Eddig Kecskeméten, és most az első alkalommal vidékre is, Kecskeméten kívülre jöttünk, és Kalocsára szerveztük meg ezt a rendezvényt. A munkabalesetben elhunytak és megrokkantak emléknapján két funkciója van. Egyrészt megemlékezünk ezekről a munkavállalókról, ezzel felhívva a figyelmét a munkáltatóknak arra, hogy milyen fontos az, hogy a munkavédelmi szabályokat betartsák, illetve a munkavállalókkal is betartassák. Másrészt pedig nyilván ezt az emléknapot megragadva mi, mint munkavédelmi hatóság, szeretnénk olyan plusz tájékoztatást nyújtani az itt megjelentek számára, amelyeket hazavéve tudnak alkalmazni a mindennapokban, és ezzel meg tudják előzni azt, hogy ilyen események bekövetkezzenek. Az emléknap alkalmából a munkavédelemmel és a foglalkoztatással kapcsolatos előadásokat hallhattak a megjelentek.
Így tippeket adtak a munkaszerződés megkötéséhez, a munkaidő nyilvántartásához, de szó esett arról is, mit ellenőriz a munkavédelmi hatóság. A hatóságunk egy osztályban két szakterületet ölel fel, munkavédelmi és munkaügyi hatóság szakemberei is megjelennek a mai napon, így a hallgatók egyrészt munkavédelmi témakörben is kapnak szakmai iránymutatásokat, illetve a munkaügyi ellenőrzéshez kapcsolódóan is kapnak egy-két iránymutatást, hogy a munkaügyi szabályokat hogyan kell betartani a munkavállalók alkalmazása során. Többször belefutunk abba a téves feltételezésbe, hogy nem vagyok nagy cég, alapítványként működöm, ilyen-olyan formában, és akkor nekem nem kell a munkavédelemmel foglalkozni. Van egy rossz hírem. Onnantól, hogy valakinek akár csak egy munkavállalója is van, onnantól neki a munkavédelemmel igenis foglalkoznia kell, ugyanúgy, mint a munkaügyi jogszabályok betartásával és betartatásával. És igenis, amikor munkáltatóról beszélünk, jellemzően, ha egyéni vállalkozóról, akkor az egyéni vállalkozó az az egy ember, aki felelős azért objektíven, hogy a munkáltatói kötelezettségeinek eleget tegyen, illetve ugye, hogyha KFT képviseletéről beszélünk, akkor ott is van egy olyan ügyvezető, aki a feladatokat el kell, hogy indítsa és a megvalósítás útjára terelje. A munkahelyen bekövetkezett halálos balesetek száma országos szinten stagnál, ám megyénkben ez a szám nőtt. Összességében azt kell mondani, hogy a munkabalesetek száma országosan stagnál, tehát magas számú, de nem emelkedik, és markánsan nem is csökken. Nyilván ebben minden típusú munkabaleset benne van, az 1-3 napos könnyebb sérülésektől egészen a komoly csonkolásos vagy halálos munkabalesetekig is minden felülel ez a szám. Viszont azt el lehet mondani, hogy akár egy halálos munkabaleset is jelentős következményekkel járhat egy munkahelyen, úgyhogy ennek jelentős kihatása van egy munkahelynek a mindennapjaira. Jelenleg, amivel számokkal rendelkezünk, Bács-Kiskun megyében az az, hogy 4 halálos baleset volt a tavalyi évben, de azt már most látjuk, ebben az évben ez magasabb számot fog felülni, hiszen az első 4 hónapban már volt munkabalesetünk, halálos is, több is, amely azt jelenti, hogy bizony ez a szám, ez mindig, minden évben biztos, hogy előfordul halálos munkabaleset, illetve a súlyos csonkolásos balesetek száma is, ha bár időszakosan néha csökken, inkább egy hullámzó diagramot követ. Természetesen ugye itt a kiszámíthatóság ezeknek az alakulása bizonyos esetekben, nem minden esetben a munkáltatókon múlik, hiszen nagyon sokszor a véletlen, illetve a munkavállaló figyelmetlensége az, ami ide vezet, és ezeket természetesen a munkáltatónak nagyon nehéz ezekkel a kockázatokkal számolni. A járási hivatal munkavédelmi főosztálya minden szükséges lépést megtesz, hogy ez a szám csökkenjen. A baleseteket egyaránt okozzák a szabályok be nem tartása, a figyelmetlenség, illetve a véletlen. Alapvetően a munkavédelmi ellenőrzés elég komplex ágazat, tehát a hatóságnak nagyon sok intézkedési lehetősége van. Én azt tudom mondani, hogy nagyon sokszor olyan intézkedések vannak, amelyek közvetlenül nincsenek összefüggésben balesettel. Nyilvánvalóan a munkáltatók oldalról érezhető, vagy felmerülhet az is, hogy a munkavédelmi hatóság bizonyos esetekben egy kicsit szőrszálhasogató, de az emléknap is pont erre való, hogy arra hívjuk fel a figyelmet, ugye, hogy lehet, hogy elsőre egy szabálynak a betartása az a munkáltató részéről csak egy plusz teherként jelenik meg, hogy ha kicsit triviálisan akarok fogalmazni, akkor az merül fel kérdésként benne, hogy már megint egy újabb olyan szabály, aminek semmi értelme nincsen. Viszont ha összefüggésében vizsgálja meg az adott munkáltató az adott előírásokat, akkor bizony a munkavédelmi hatóságnak pont ez a feladat, rámutasson arra, hogy egy nagyon minimális kis előírás is jelentős következményekkel járnak. Hogy mondjak egy példát, például egy botlás vagy csúszás veszélyes helyzet, ami ugye elsőre nem egy nagy előírásnak tűnik, hogy tüntessük fel, hogyha szint különbség van két helyiség között, vagy figyeljenek arra, hogy csúszós felületek ne alakuljanak ki, ugye ez
talán a szélszálakot hasogatásnak is tűnhet, hogyha mi emiatt intézkedünk. Bizony, viszont, hogyha elesik, megcsúszik egy munkavállaló, és úgy esik, hogy esetleg eszméletét is veszti, vagy súlyos maradandó károsodás is bekövetkezhet ilyenkor, akkor már másképp fogják értékelni a munkáltatók ezeket az előírásokat. Vannak olyan esetek, nem is kevés számmal, amikor a munkáltató oldalán lényegében, amit meg lehet tenni, azt megteszi. Kioktatja a munkavállalót, tudja a munkavállalót, hogy hogy kell, mit kell használni munkavégzés közben, hogyan kell a munkafolyamatot végrehajtani, és mégis az a kiszámítatlan faktor, ami az emberi faktor, az sokszor azért beleszól ezekbe a dolgokba, és bizony sok olyan balesetet látunk, amikor a munkavállalók figyelmetlensége okozza, de azt sem lehet mondani, hogy ez a fő jellemző, hiszen nagyon sokszor pontosan már maga a munkáltatói hozzáállás is okozza ezt a problémát. Ugye nyilván egy csomó munkavédelmi előírás megvalósítása az azért anyagi ráfordítást igényel a munkáltatók részéről, és valahol ezeket az anyagi ráfordításokat nem szánja rá a munkáltató a munkavégzés megszervezésére. Az emléknapon 4 előadásra került sor, melyet állófogadással zártak. Az Európai Unió prioritásairól szóló konferenciával vette kezdetét a testvérvárosi Majális Kalocsán. A Városi Színházban tartott eseményen az unió történetéről, a prágai tavaszról és a testvérvárosokról is szó esett. Altino, Kirchheim Untertek, Kula, Nimburg, Nagyida, Paks, Székely-Keresztúr. Az idei majális róluk szólt, hiszen most a testvérvárosi kapcsolatok jegyében telt a mindig tematikus ünnep. A programok sora egy konferenciával indult, melyet a Városi Színházban tartottak. A jelenlevőket dr. Bálint József polgármester köszöntötte, aki beszédében az unió megalakulására emlékezett vissza. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy megnyithatom az első kalocsai tavaszi fesztivált, mely az Európai Unió prioritások jegyében zajlik ebben az 1000 éves városban, és vendégül láthatjuk önöket. A rendezvényre nem kerülhetett volna sor, az Európai Unió nem biztosítja számunkra Europe for Citizens program keretében ennek anyagi fedezetét. Ugyanakkor utalnunk kell arra, hogy a mai rendezvényünk az Európai Unió jelenével és jövőjével foglalkozik. Az európai egység és integráció gondolat modernkori filozófusának hosszú ideje a francia kereszténydemokrata politikust és különböző magas kormányzati posztokat betöltő Robert Schuman tekinti. Robert Schuman gondolatainak gyakorlati megvalósítását egy francia üzletember, később politikai szerepet is felvállaló Jean Monnet-nak tulajdonítjuk. A két politikus erőfeszítésének eredményeképpen 1957 végén 6 országgal aláírták Német Szövetségi Köztársaság elnöke, a francia köztársaság elnöke, ő felsége Belgium királya, ő felsége Hollandia királynője, ő királyi felsége Luxemburg nagyhercegnője és az olasz köztársaság elnöke, létrejött az úgynevezett római szerződés, ami 1958. január 1-től lépett hatályba. Ezzel megalkották az Európai Gazdasági Közösséget, amelyből kifejlődött az Európai Unió. A római szerződés időközben több új szerződéssel Maastricht, Amsterdam, Nizza, Dublin módosult, amelynek során kialakult az Európai Unió alapítvány. Ezek a szerződések tartalmazzák a célokat, a megvalósítás mindjét és az együttműködést. A mai Európai Unió működésének alapját ma is ezek az okmányok biztosítják, természetesen azzal a követelménnyel, hogy reformokra volt és van szükség. Az EU eltökélt szándéke volt, hogy az európai népek egyre szorosabb összefogása valósuljon meg, amely során közös cselekvéssel biztosítják országai gazdasági és szociális haladását, és ennek során az Európát szétválasztó korlátok megszüntetését. Elhatározták, hogy gazdasági erők összefogásával megőrzik és megszilárdítják a békét, a szabadságot, továbbá azáltal, hogy felszólítják Európa többi népeit, amelyek ugyanezen magas szélkütézéseket vallják,
hogy csatlakozzanak ezekhez a törekvésekhez. A polgármester köszöntő beszédét követően a konferencia továbbra is az uniós prioritások jegyében telt. Így Nagy Gábor, a Szegedi Tudomány Egyetem munkatársa ismertette az unió megalakulásának eseményeit. A rendezvényünk, bár április végén és május elején játszódik, mindenképpen kapcsolódik Európa napjának a megünnepléséhez. Európa napja ugye május 9-e, ami többszörös jelentőséggel bír a kontinens számára, hiszen első körben ugye a második világháború vége, azaz annak a világégésnek a befejezése, amely hát nagyon-nagyon-nagyon sok embert ölt meg, pusztított el, nagyon sok embert hozott lehetetlen helyzetbe, de egyfelől egy új kezdet is, amikor is ugye a már említett Robert Schuman, francia külügyminiszter, kereszténydemokrata politikus, és Jean Monnet közgazdász meghirdette a Schuman tervet, tervüket Európa egységesítésére. Európa tehát Schuman és Monnet tervében egy békeprojektum. Európa elsődleges célja nem gazdasági cél. Európa elsődleges célja egy béke cél, az a cél fogalmazódott meg, hogy soha többet ne lehessen olyan világégés, amelyek a 20. században ugye kettő nagyobb is volt, és soha többet ne szenvedjen és halljon meg annyi ember, és hogy az európai béke az egy utópiaként gyakorlatilag folyamatosan és tartósan meg tudjon valósulni. Ezért május 9-én egyszerre kívánjuk a békét, és örülünk az új intézménynek, amely hivatott megteremteni azt. Miért mondom azt, hogy béketerv az Európai Unió? Azért, mert ugye Európa a második világháború vége után romokban hevert, elpusztultak az infrastruktúrák, rengeteg ember elhalt, le voltak bombázva a városok, az emberek egymással szemben küzdöttek, harcoltak, gyakorlatilag éhezés, több millió ember halála még a háború után is előfordult. És a Schuman terv célja az volt, hogy tartós békét hozzon, és így ezt az állapotot, ezt mindenképpen megszüntessen. Hogyha a mi országainkat nézzük, akkor láthatjuk, hogy Csehország, Magyarország, Szlovákia 2004-ben csatlakozott, Románia 2007-ben csatlakozott, Szerbia még a csatlakozási tárgyalások fázisában van. A testvérvárosi konferencián továbbá a prágai tavaszról, vagyis Csehszlovákia 1968-as megszállásáról is tartottak előadást, melynek 50 éves évfordulója most esedékes. A rendezvényt a testvérvárosok bemutatkozása zárta. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazinműsorunkkal a jövő hét folyamán is jelentkezünk. További kellemes tévézést kívánok, viszontlátásra! A műsor támogatója a TAR Kft. Lendület a térségnek, ellátásbiztonság az országnak. Paks 2. Olcsó villamos energia, biztonságos működés, klímabarát áramtermelés.